Lovaggá ütötte Tom Moore ezredest, második Erzsébet brit királynő. A második világháborús veterán akkor vált világszerte ismerté, amikor századik születésnapja előtt gyűjtésbe kezdett a brit egészségügyi dolgozók javára. Azt tervezte, hogy otthona kertjét 100-szor körbesétálja, amivel eredetileg 1000 fontot akart összegyűjteni, de végül több mint 30 millió font lett belőle, átszámítva csak nem 13 milliárd forint. A 100 éves veterán Tom Moore meghatódva indult el a lovaggá ütési ceremóniára. Csupán egy dolog aggasztotta. Attól tartok, ha letérdelek, soha többé nem fogok tudni felállni, mondta tréfálkozva. Lábait még a Windsori kastély kertjében is tornáztatta közvetlenül a ceremónia előtt, miközben második Erzsébet brit királynőt várta. Letérdepelni azonban végül nem kellett. A 94 éves brit uralkodó édesapja 6. György kardjával ütötte lovaggá az ezredest. A kapitányt lánya, veje és két unokája kísérte el a rendhagyó privát ceremóniára. A királynő egyebek mellett megköszönte azt az óriási adományt, amit a férfi gyűjtött az egészségügyi dolgozók javára. Majd azt is megjegyezte, hogy a 100 év egy igazán szép kor. Az uralkodó körülbelül 5 percet beszélgetett a családdal, mielőtt elköszöntek egymástól. A 100 éves brit veterán milliók szívébe lopta be magát az elmúlt hónapokban, amikor protézis műtétje után adománygyűjtésbe kezdett. Azt tervezte, hogy még a 100. születésnapja előtt 100-szor körbesétálja Bedfordshire-i otthonának kertjét, és ezzel 1000 fontot gyűjt majd. Végül azonban ennek a sokszorosát csaknem 33 millió fontot, átszámítva csaknem 13 milliárd forintot adományoztak miatta az emberek a brit egészségügyi dolgozóknak. Az ezredes igazi hírességgé vált. Születésnapján a miniszterelnök is felköszöntötte, több millió üdvözlőlapot kapott a világ minden tájáról, és azóta is rendszeresen járnak hozzá vendégségbe a brit nagyságok. Néhány napja David Beckham látogatta meg Bedfordshire-i otthonában, azután, hogy az Angol Labdarúgó Szövetség kitalálta, hogy bár 2020-ról elhalasztották a foci EB-t, ők összeállítanak egy nemzeti csapatot. Olyan embereket választanak ki, akik a koronavírus járvány alatt valami rendkívülit tettek, és másokat is rendkívüli cselekedetekre inspiráltak. Tom kapitány, én csak azt szeretném mondani, mint ahogyan azt már sokan mások is mondták előttem az elmúlt hónapokban, hogy mennyire inspiráló az, amit tett a brit egészségügyi dolgozók javára, és amit tett az emberekért ezekben a nehéz időkben. Milliók arcára csalt mosolyt, és milliók életébe hozott fényt, mondta David Beckham, aki a rendhagyó alakulat első tagjának és egyben kapitányának választotta Tom Moore-t. Óriási boldogság volt számomra, hogy David itt állt mellettem. Gyakran látom őt a tévében, de személyesen találkozni vele igazán különleges volt. Remélem, azt nem várja el tőlem, hogy fussak a labdával a pályán. Tréfálkozott a felkérés után Tom Moore ezredes.